A nyár közepén, különösen a vizes élőhelyeken a hibrid japán keserűfű erdőnyi állományokat alkot. Minden más növényt kiszorított, fejlődése zavartalan. Az intenzív növekedés következő stádiuma, a virágzás is megkezdődik. Ugorjunk vissza időben 6 hónapot, a fagyos télbe. A növény tövén és fásuló rizomáján az ősz és tél folyamán áttelelő rügyek képződnek. Ezekből fejlődnek tavasszal az új hajtások, amelyek közül a tőkoronán növők a legerőteljesebbek. A gyors hajtás növekedés az időjárástól függően március végén, április elején indul meg. Az első lomblevelek megjelenésével az egyedek fotoszintézise megkezdődik. A tavalyi elszáradt hajtások között új élet fejlődik. A növekedés sebessége több centiméter is lehet naponta. A tőkoronán található rügyekből fejlődő hajtások mellett az oldalhajtások rügyeiből sarjtelepek fejlődnek. A rizómák föld alatti végtelen hálózata alakul ki. A hibrid japán keserűfű vegetatív szaporító képleteinek rizómák, ritkábban hajtásrészek, fő terjesztője az ember és a víz. A vízfolyások mentén a kedvező ökológiai körülmények hatására nagy kiterjedésű, sűrű foltok alakulnak ki. Eredeti élőhelyeikről emberi közvetítéssel is terjednek a faj egyedei. Építkezések, tereprendezések, termőföld mozgatása egyaránt alkalmas az egyedek terjesztésére. A virágzás általában július második felében kezdődik, és többnyire szeptemberig, októberig tart. A virágokat túlnyomó részt rovarok porozzák le. A szárnyas makkocska terméseket a szél terjeszti. A makkocskák színe bronzos, fénylő. A hibrid japán keserűfű elsősorban nem generatív, hanem szinte teljes mértékben vegetatív módon terjed. A vegetatív szaporodás és terjedés intenzitását jól mutatja a gyöngyös part kolonizációja. A vízmű mederszabályozást végzett, és szinte minden egyedet eltávolítottak a folyópartokról. 2 hónap alatt a hibrid japán keserűfű állománya újra benépesítette a partokat. Vegetációs időben a növekedés és a térhódítás folyamatos. A télbeálltával aztán a föld feletti élet megszűnik. A föld alatt azonban már készül valami.